A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Sok szeretettel köszöntöm Önöket, városismereti műsorunk újabb részével jelentkezünk. A fotótörténet alsorozatot folytatjuk tovább Városrészek titkai című műsorunkban. Nagyon-nagyon régen kezdtük el, de van miről beszélni, hiszen indultunk 1860-ból, fényképészeket ismerhettünk meg, akik Székesfehérváron működtek, és persze rajtuk keresztül. A város életébe is belekukkanthattunk, hiszen rengeteg képet hozott magával szakértőnk, aki most is itt van velünk. Nagy szeretettel köszöntöm Váci Márk történész városkutatót. Szervusz Csilla, szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Valójában elképesztő anyag már, amit eddig is be tudtunk mutatni itt a televízióban a fotók kapcsán, és folytatjuk, hiszen még tulajdonképpen épp hogy csak a 1900-as évek közepéig jutottunk el. Fényképésszel folytatjuk, vagy válogatással? Hát ez egy egyetlen személynek a munkásságából fogunk most bemutatni, hogy körülbelül 25 évnyi termést, abból válogatunk. Különböző témákból lesznek 1956-os fényképek, lesznek a palotaváros bontásáról készült fotósorozat anyagai, illetve bizonyos képeken megjelenik majd a piac is. Dr. Perényi Istvánnak a fotóanyagából válogatunk. Ő eredendően állatorvos végzettségű, és állatorvosként dolgozott évtizedeken keresztül Székesfehérváron, először a Városi Tanácsnak a mezőgazdasági osztályán, mint hatósági szakember, majd aztán Maroshegyre került körzeti állatorvosként, és hát innen is ment nyugdíjba. Egyébként 1930-ban született, tehát idén most már 93 esztendős lesz novemberben, innen is Isten éltesse sokáig. És rendkívül gazdag egyébként az a fotóanyag, amiből válogatni tudtunk. Már ugye témákat említettem, talán ebből is látszik az iménti felsorolásból, hogy ugye Barasics Bélával nagyjából egy időben készítette ezeket a fotókat dr. Perényi István. Ma már többnyire természetfotókat készít egyébként elsősorban a Sóstón és környékén, illetve ahogy jár a városban. Ez az 1956-os és a palotavárosi felvételek kapcsán is elmondta, főleg a palotavárosi felvételek kapcsán, hogy a Trabantban mindig ott volt a fényképezőgép, ma is, ha bárhova megy, legalább a mobiltelefonja mindig a kezében van, és ma már fotóművészként, hivatásos fotóművészként, elismerő oklevéllel rendelkező művészemberként készíti ezeket a fényképeket, korábban ugye hobbifotósnak minősült, de hát most már lassan két évtizede egyébként viseli ezt a címet is büszkén. A listánkból látom, hogy megérkezünk a 70-es évekbe, sőt egy 80-as éves képpel búcsúzunk a mai műsorban. Egyre több olyan fotót mutatunk be, ami ismerős lehet a nézőknek, és bízom benne, hogy reagálni fognak, mint ahogy tették eddig is, és azért hálás köszönet, hiszen nézőink annyira velünk voltak, hogy már részt vettek a szerkesztésben, segítettek bennünket fotókkal, és a látott fotók kapcsán információkkal. Ezt várjuk továbbra is, hála és köszönet érte, keressenek bennünket a Fehérvár Televízió elérhetőségein, ha információjuk van, vagy esetleg olyan fotó, amit úgy gondolják, hogy érdemes volna bemutatni ebben a sorozatban. Térjünk vissza akkor dr. Perényi Istvánra. Nem volt egyszerű a válogatás egyébként, majd ezt a nézők is látni fogják, hogy igazából minden témából néhány képet emeltem ki. Pontosan azért, mert ezekről a témákról egyedül önálló műsorban is lehet beszélni. Ez az egyik. A másik pedig, hogy annyira gazdag ez a fotóanyag, hogy nem is akartam nagyon túragozni egyébként az egyes témákat. Pont azért, hogy ne vigyük el a figyelmet mondjuk egy irányba, hanem próbáljuk meg ennek az életműnek bizonyos részleteit, bizonyos szeleteit bemutatni. Elsőként őt fogjuk látni az első képen kollégáim segítségével. Most is sok kép lesz, úgyhogy azt hiszem ideje is elkezdeni bemutatni. 2007-ben készült ez a felvétel, amikor dr. Perényi István kiállítása volt a Szent István Király Múzeumban. Az Isten veled Palotaváros című fotósorozatnak volt ez tulajdonképpen a kiállítása. Hát Pista bácsi igazából az elmúlt 16 évben nem sokat változott.
bölcsebb lett nyilván, természetesen, és sokkal több tapasztalatot szerzett, ráadásul én azt gondolom, hogy sokkal többen is megismerték, egyrészt a kiállítás révén, másrészt annak révén, hogy ugyanabban a közösségi csoportban, a Fehérvári Vagyok csoportban, ahonnan a múltkor ugye Barasics Béla felvételé közül is válogattunk, az ő felvételé közül is rengeteg sok látható. Sohonyai Edit ugye célul tűzte ki maga elé azt is, hogy Barasics Béla felvételei mellett dr. Perényi István, vagy a csoportból a legtöbben ismerik Pista bácsi fotóit is bemutassa a csoporttagok számára. Láttuk a művészt, és lássuk az alkotásokat. Az első kép az 56-os időkbe visz bennünket. Ugyanúgy, ahogy Barasics Bélánál, itt is kronológiai sorrendben próbáltam a képeket beállítani, és ugye rögtön az egykori munkahelyet látjuk, a Városi Tanácsnak az épületét. 1956. október 24-én készült ez a felvétel. Elég híres. Így van, a Városi Tanács erkélyén ugye többek között a keszélyi fivérek láthatók, és ugye a nemzeti dalt szavalják, ez ugye a kéztartásból is látható, ezért is adtam én a képnek az Esküszünk címet, ugye esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Ezt ugye szavalták annak idején a Városi Tanács, vagy akkor nevezzük most éppen Városházának ebben a forradalmi időszakban, erkélyéről, és hát természetesen beolvasták az egyetemisták 16 pontját és az összes többi követelést. A Szabadságtérről indultak meg igazából a legnagyobb mozgolódások, azután, hogy ugye a nyomdából, a már államosított nyomdából ugye elhozták természetesen a kinyomtatott követeléseket, a nemzeti dalnak a kinyomtatott példányait és a Kossuth címeres különböző dokumentumokat, röplapokat, és ezeket kiosztották ugye menet közben, majd megérkezve a Városházára, ugye felmentek az erkélyre a fiatalok, és ünnepi szónokokként, hát elkezdődtek igazából Fehérváron is a forradalmi események. Ahogy 1848-ban már másnap itt volt ugye Boros Mihály, és a Feketesas Kávéházból a fiatalokkal együtt elindították 48 forradalmi eseményeit Székesfehérváron, úgy 56-ban is már október 24-én, tehát a pesti forradalom másnapján már itt voltak a fiatalok, és terjedtek a forradalom eszméi, elindultak a követelések, elindultak a sztrájkok, és hát a hatalmas tömegeket látni fogjuk majd a következő képeken is. Azért is érték Perényi István fotója, mert annak ellenére, hogy mekkora események történtek, nincs túl sok fotó erről az időszakról, Székesfehérvárról. Ezért is van, hogy ez az egyik legismertebb kép. Igen, az az érdekes, hogy ugye a múltkori alkalommal Barasics Béláról beszéltünk, ő többnyire Pesten készített 56-ban fotókat, ami miatt később börtönbe is került, ugye ezt említettem a múltkori alkalommal. Perényi István 56-ban Székesfehérváron, hiszen ugye itt élt és itt dolgozott a tanács alkalmazottjaként. Következő adásban Bauer Béla és a fia Bauer László fotóit fogjuk majd bemutatni. Bauer Béla is rengeteg 56-os fotót készített itt Székesfehérváron, tehát már rögtön három olyan fotós jön egymás után, akik 56-nak az eseményeit megörökítették, akár a fővárosban, akár itt a városban, de tényleg rajtuk kívül egyébként talán nincs is más, aki ezeket megörökítette volna, és ugye évtizedeken keresztül ezek bizony dobozban voltak, pontosan azért, mert ezek az emberek féltek igazából a megtorlástól, és talán azért nem is annyira jó minőségűek ezek a felvételek, hiszen dobozokból kerültek elő körülbelül 30 év után. 56-os a következő kép is, amit láthatunk. Ugyanezen a napon készült egyébként a felvétel, és ezt Pista bácsi a saját fotóalbumából fényképezte ki, ez talán ott az alján is látható. Október 24-e az Állami Áruház, tehát ugye ez is a Szabadságtér, igazából a Városi Tanács szomszédságában vagyunk, tehát erről a felvételről is láthatjuk, hogy mekkora tömeg volt akkor a téren, azon a napon, amit ugye az előző felvételen is már láthattunk. Ugye ez az egykori Deák áruház, amit 1843-ban alapítanak a Dajcsék, és aztán 45 után állami tulajdonba kerül, lesz belőle először állami áruház, aztán Pannónia, majd ugye később centrumként is ismerjük, erről az épületről. Azóta pedig volt már benne könyvesbolt, és mi egymás, de még mindig centrum áruháznak hívják a fehérváriak jó része, mert hogy ez azért úgy beégett. Menjünk tovább, még mindig 56-ban vagyunk, csak más épületet látunk. Októberben járunk itt is, a napot nem tudni pontosan, legalábbis én dátumot nem találtam ehhez a fotóhoz, minden esetre a Főutcai Bank épületről van szó, és ugye ennek a homlokzatáról távolítják el éppen egy hosszú létra segítségével a vörös csillagot,
illetve a Rákosi címert. Ugye ez hozzátartozik 56-nak a szellemiségéhez, a forradalmi filmfelvételeken is nagyon sok ilyen mozzanatot láthatunk Budapest vonatkozásában. Hát itt most van egy ilyen fehérvári felvételünk is erről. Lehet, hogy ugyanazon a napon készültek ezek a képek, bár azért lesz itt majd november is. Az István térre mehetünk a következő képen, ugyancsak 56-ban? Így van, szintén a belvárosban járunk, és ugye azt láthatjuk, hogy a megyei tanácsnak az épület előtt szintén egy hatalmas nagy tüntető tömeg áll. Ugye itt is felmásznak a szobornak a talapzatára, de nem úgy, mint a Sztálin szobornál, itt nincsen szobordöntés. Ugye Szent István király lovas szobráról van szó, tehát nincs mit ledönteni. Alapvetően, és arra hívnám fel még a figyelmet, hogy szintén ugyanerről a helyszínről készült egy másik felvétel, az egykori szeminárium kert sarkánál egy tank fordul ki éppen a Kossuth utca felé, hogyha valaki az interneten böngész, akkor meg fogja találni ezt a képet, az is egy nagyon érdekes fotó. Hát az is valamikor így október vége, november eleje környékén készülhetett ugyanezen a helyszínen. És akkor megérkeztünk november 4-éhez, ami már sokkal szomorúbb 56 tekintetében. 1956. november 4-én a szovjet csapatok visszaérkeznek Magyarországra. Nagyon közel vannak egyébként alapvetően az ukrán-magyar, vagy akkor nevezzük szovjet-magyar határnak, hiszen akkor a Szovjetunió része volt Ukrajna, és benyomulnak Székesfehérvárra is természetesen. Tehát azért meglehetősen közel voltak a határhoz, tudták ők nagyon jól, hogy vissza fognak térni. És ugye, ahogy 1944-45 fordulóján és 45 elején, ugye 1956. november elején is több középület kapott belövést, így többek között a Városi Tanács épülete is. Ezt mindig el szoktam mondani városnéző séták, illetve 56-os várostörténeti előadások kapcsán, hogy ugye kettő darab szobor került ide a barokk korban, az 1780-as évek elején, egy Justícia és egy Prudencia szobor, ugye az igazság vagy igazságosság és a bölcsesség, az okosság szobra, és egy nagyon jelképes dolog az, hogy 1956. november 4-én az a T-34-es tankpont a Justícia szobrot lőtte egyébként rommá, és mögötte ütött ugye lyukat az a lövedék a homlokzaton. Ezúttal az erkély már üres természetesen. Folytassuk a bemutatást. Szintén egy belövés láthatunk, illetve több belövésnek a nyomait láthatjuk. 1956. november 4-e után járunk itt is, tehát a szovjet csapatok már visszajöttek, ugye Székesfehérvár, és elfoglalták újra a helyüket, és az akkori tisztiklub épületét ugye aznap hajnalban szintén lőtték, ahol akkoriban éppen magyar tisztek tartózkodtak a családjaikkal, és a különböző beszámolók szerint egyébként több család is életét veszítette ebben az épületben, hiszen a forradalmi napokban és ezt megelőzően is ez részben szállásként működött. Ugye a korábbi magyar királyszálló, később aztán Velence szállóról van szó, amit végül is a 60-as években aztán helyreállítottak, és ugye szállodaként üzemelt tovább. De hát érdemes arra emlékeznünk, hogy ez volt az egykori tisztiklubja Székesfehérvárnak a többi között. Már látványosan kevesen vannak itt ezen a képen is az utcán, de a címet tekintve váratlan a következő kép utcáján még kevesebb embert látunk. Igen, itt csak évszámot tüntettem fel, mert azt érdemes külön kiemelni, hogy mikor is vagyunk. Ez napra pontosan 1956. november 23-a, ugye a forradalom kirobbanásának egy hónapos emlékezete tulajdonképpen, amikor a suttogó propaganda, hogyha lehet így fogalmazni, és ugye különböző értelmiségi körök, munkástanácsok, amelyeket egyébként eddigre már hivatalosan feloszlattak, és ugye a gyári munkásőrségek vették át a helyüket, egyáltalán megalakult a munkásőrség, tehát megszerveztek egy országos méretű sztrájkot, egy tiltakozó akciót, és meghirdették azt, hogy 1956. november 23-án a forradalom hőseinek tiszteletére lehetőleg senki ne menjen ki az utcákra egy bizonyos időszakban. Dr. Perényi István kiment az utcára, ugye hatósági tiltás nem volt, sőt, hát pont az lett volna a hatósági cél, hogy minél többen legyenek kint az utcákon,
és lefényképezte ezt az üres utcát. Természetesen ezt a fényképet sem lehetett nagyon sokáig mutogatni. Történelmet dokumentált, tehát muszáj volt kimenni, az újságíróknál előfordul az ilyesmi, hogy olyan helyen vannak, ahol más nincs. Tüntetés még azért volt decemberben is, úgy tűnik. 1956. december 7-én tartottak egy asszonytüntetést, amikor nők, asszonyok, lányok jelentek meg a bazilika mögötti téren, és egy néma tüntetésre került sor, egy koszorúzással felállítottak ott egy ideiglenes keresztet, és ugye az ismeretlen katona sírját koszorúzták meg, pontosan a hősök, az áldozatok emlékére, és kizárólag nők vettek részt ezen a tüntetésen, ugye a férfiak tiszteletére hajtottak fejet, és egyébként nem régiben pedig a Városházának, ugye a tér felőli, hősök tere felőli homlokzatán ennek az asszonytüntetésnek az emlékére került felállításra egy emléktábla, amit ezen az évfordulón egyébként minden évben megkoszorúznak. És ezzel a képpel talán búcsúzunk is az 56-os eseményektől? Igen, és én mindenkit arra bíztatok, hogy ha 1956 és Székesfehérvár, akkor böngészen az interneten, és keresse ezeket a fotókat. Többnyire Perényi Istvánnak a fotóit fogja megtalálni, de mindenképpen érdemes ezeket végignézni. Mivel folytatjuk a sort? Hát az 50-es évekkel folytatjuk, az 50-es évek végével. Én azt gondolom, érdemes megmutatnunk, hogy hogy nézett ki a háború után néhány évvel, vagy akár egy évtizeddel Székesfehérvárnak a belvárosa. Ugye ennek kapcsán mindig el szoktuk mondani azt, hogy nagyon sok középületet, nem vagy lakóépületet a 60-as évek elejére sikerült csak rendbe hozni, és majd fogunk látni például filmfelvételről képeket, ahol még az eredeti környezetben sikerült például háborús körülményeket rekonstruálni. Nem nagyon kellett ahhoz bontani és díszletet építeni, hogy ezt meg tudják valósítani. Nyilván olyan gyorsan nem tudott helyreállni minden. Melyik utca rész lesz az első? Most a Csók István utcába látogatunk el, ugye ez a mai Megyeház utca, a régi és az új Megyeháza is itt található. Ennek az az érdekessége, hogy ott a kép hátterében ugye a jellegzetes zárt sarok erkélyével a régi Megyeháza épülete látható, és az az épület, amit a kép előterében jobb oldalon van, az ma már nincsen. Tehát ezért is dokumentum értékű ez a fénykép. Nem mellesleg azért, mert látszik, hogy az 50-es évek végén még voltak telek a belvárosban. Ugye erről is szoktunk sokat beszélni, Barasics Béla felvételei kapcsán szintén. A Megyeház utcának ez a páros oldala, főleg itt a vége felé teljesen megváltozott és átalakult. Ugye a 60-as évek végén, illetve a 70-es évek elején kerültek ide új beépítések és teljesen új épületek. Tehát ezek ma már igazából nyomaikban sincsenek meg. Tetszik a következő kép címe, a játékbolt, mert hogy van Székesfehérváron egy játékbolt, ami mindig is a játékbolt volt, és tartja is magát valamelyest, és még mindig 50-es évek. 1959 adventjén készítette Perényi István ezt a felvételt, tehát a karácsonyi kínálatot láthatjuk igazából a kirakatban, de azt érdemes elmondani, hogy a más időszakokban sem volt kevésbé gazdag ez a kirakat. Én gyerekkoromból is, ami már a rendszerváltás ideje utáni időszak, emlékszem arra, hogy milyen gazdag volt a kínálat ebben a játékboltban, ma is az természetesen. Nagyon jó helyen van, abszolút forgalmas helyen, és tényleg évtizedek óta ott van. Tehát, és az egyetlen a városban, ami konkrétan tényleg csak erről szól. Igen, igen, és minimum ugye az 50-es évek közepe óta működik, de lehet, hogy már korábban megnyitott egyébként ugyanezen a helyen, és azóta sem költözött el. Azért a babakocsira itt is szívesen felhívom a figyelmet. Láttunk ilyen babakocsit, azt hiszem, hogy a 20-as, 30-as évekből is, tehát olyan sokat akkor még nem változott, ezután jön majd egy nagy ugrás a panoráma babakocsikkal. Igen, igen, de ez 50-es évekre is még jellemző, és azért majd a várostörténet kapcsán fogunk még egy pár ilyet látni természetesen. Menjünk át a 60-as évekbe. 1961-ben készült az Alba Régia című film, amit már az előbb egyébként ilyen rébuszokban emlegettem, körülírtam. Ugye Gábor Miklós az egyik főszereplője, aki székesfehérvári kötődésű, hiszen a középiskolát ugye itt járt a Székesfehérváron, és az emlékirataiban, illetve különböző köteteiben olvashatunk is a székesfehérvári diák éveiről visszaemlékezéseket. Ugye az édesapja, Gábor Béla, mozibérlő volt, többek között az itteni Uránia mozinak, illetve az Árpád mozinak is a bérlője,
Úgyhogy Gábor Miklós tényleg ezerszára kötődött Székesfehérvárhoz, a Palotavároshoz is, hiszen ott is lakott többek között diákkorában, és hát a belvárosban töltötte ugye a diák éveinek a nagy részét, és ide tért vissza 1961-ben leforgatni a II. Világháborús témájú Alba Régia című filmet, ami egyébként, ahogy a címe is mutatja, Székesfehérváron játszódik. Egy félig meddig életrajzi hátterű, valójában fikciós történet egyébként, nyilván az 1961-es világlátás alapján. Én leginkább a Berkesi féle Selőpecsétgyűrűn regényből készült filmhez tudnám hasonlítani, hogy ott is egy kémtörténet van, egy elég szövevényes dolog, ugye szintén II. Világháborús a történet, de az ugye Budapesten játszódik, ráadásul a vége az ugye Budai vár alatt a kazamatákban, ez pedig Székesfehérvár utcáin, háborús körülmények között. És akkor most a képen láthatjuk azt is, hogy milyenek is voltak ezek a háborús körülmények, hiszen az Arany János utcában készült a felvételek nagy része. Bízom benne, hogy mindjárt meg tudjuk mutatni. És meg tudjuk mutatni azt, hogy 1961-ben az Arany János utca hogy nézett még ki. Uf. Tehát itt nem kellett díszletet építeni, nem kellett műromokat készíteni, ezek eredeti állapotok. Ugye az egykori kanonoki háznak a kapuja az látszik, meg még részben az épület, ugye még nem bontották vissza teljesen, és így nézett ki Székesfehérvár egyik legmagasabb pontja a 60-as évek elején. Hát bizony, igen, romos volt még, sok feladat várt akkor az építőkre. Menjünk tovább, hiszen a következő képpel kapcsolatban az jutott eszembe, hogy ugye vannak Fehérvár nagyjai, akiket ilyen műsorokban gyakran emlegetünk, és van Kati néni, akit lassan már ebbe a sorba kell, hogy besoroljunk, hiszen olyan sokszor emlegetjük őt. Talán köszönhető ez annak a csodás szobornak, amely a Liszt Ferenc utcában látható. Igen, de Kocsis Balázs mellett azért természetesen néhány fényképész is megörökítette Kati nénit, ha róla van szó. Ista bácsi szerint ő egy Kati néni a sok közül, én azt mondanám, és akkor nem lövünk mellé igazából. Az az érdekessége a képnek, hogy ugye 61-es felvételt láttunk az előbb a Szomszéd utcából, itt pedig a Szabadság téren járunk 1959-ben, és teljesen békebeli hangulatot áraszt igazából. Ugye a Pácai féle lovasszobrot látjuk, 1939. decemberében avatták fel, a Hímerháznak az Oskola utca, vagy akkor éppen Zalka Máté utca felüli sarka, nem tudnánk igazából megmondani, hogy mikor járunk pontosan, lehetne akár a 40-es évek eleje is, még a háború előtt, abszolút nem látszik semmi. Engem meglep most a képet látva, hogy Kati néni után nevezted el, hiszen tudom, hogy ez a kedvenc szobrod a városban. Igen, de Pista bácsi adta ezt a címet ennek a képnek, mert hogy alapvetően ugye itt egy folyamatot akart megörökíteni, a Kati néni 2 című kép, ugye elmondta azt is Sohonyai Editnek, aki nagyon szépen leírta ezt egy hozzászólásban, hogy volt annyi idő a két kép exponálása között, hogy a Kati néni lassan közlekedett, és ezért tudta dokumentálni azt, hogy halad szépen ott az Alka Máté utcán befelé. A kis fertályos kocsijában. Így van, úgyhogy ez a kép ugye közvetlenül az előző után készült, és ugye az az érdekessége, amit itt a csoportban többen kiveséztünk, összehasonlítottuk a két képet, ugye Barasics Bélának egy hasonló felvételét mutattuk a múltkor, Kati néni nélkül, ha jól emlékszem, hogy valószínűleg ugyanabban az időszakban készülhettek, még az is lehet, hogy ugyanabban a hónapban, mert hogy a körülmények azok nagyjából hasonlók egyébként. Nem volt túl nagy nyüzsgés az utcán, várhatóan napközben készült a felvétel, és ilyenkor azért nem munkaidőben. Ugye tudjuk, hogy ez az 50-es években mit jelentett a munkaidő, hogy kik tartózkodtak akkor az utcán. Elég kötött volt a helyzet. Igen. Menjünk tovább, hiszen a Lépcső utcáról is hozták képet. Igen, érdemes egyébként ezeket a belvárosi helyszíneket megnéznünk. A 60-as évek elején mindjárt láthatunk egy Lépcső utcai felvételt, hogy milyenek voltak akkor a körülmények. Hát azért nem annyira biztató, én azt gondolom. Ugye pont a Szomszédból láttunk az előbb egy felvételt, illetve egy picit ugrunk odébb, de hát itt is látható egyébként, hogy miről is van szó. Majd a Palotaváros kapcsán fogjuk egyébként igazán látni egy évtizeddel később, hogy milyen körülmények voltak. Ugye a belvárosi épületeket azért a 60-as évek elejére, legkésőbb közepére nagyrészt helyreállították, a külvárosi ingatlanokról, akár a Víziváros kapcsán, amit ugye mutattunk korábbi anyagokban, vagy
pont a palota város kapcsán ez nem mondható el, de majd, hogyha odaérünk a város részhez, akkor ezt is taglalni fogunk. Én ezekből a képekből azt tudom leszűrni, hogy mi munka folytott a 60-as, 70-es években, mire helyreállították az összezúzott várost. Elképesztő azért most, ha valaki most látja, jó, nyilván azóta már többször folyt munka a Lépcső utcában is, de mekkora a különbség a kettő között. Március 15-e utca a következő. Hát visszatérünk igazából arra a környékre, ahol az előbb már voltunk, hogy a játékbolt környék, ez a mai fő utca igazából, és itt tudjuk megmutatni azt, hogy is nézett ki ez a 60-as évek elején. Ugye itt is látszik egyébként maga az épület, a játékboltnak az épülete, illetve hát a fő utcának az elején járunk igazából, vagy március 15-e utca elején akkoriban, tehát ugye a kettes számtól kifelé, és hát láthatjuk, hogy például az, hogy mekkora nagy a forgalom, amikor még ugye lehetett közlekedni a belvárosban, többek között gépkocsival is, ugye ez még a 70-es évekre is egyébként jellemző, és tényleg az, hogy fényes nappal mennyien vannak kint igazából az utcán, azt is jól láthatjuk. Autó az nem volt sok még akkor sem, a közlekedhetett, de hát ne felejtsük el, a 60-as évek elején azért még nem terjedt el a személyautó Magyarországon annyira. Akkor kezdett igazából beszivárogni. Ugye emlékszem, hogy 64-ben jöttek az első trabantok, tehát azért az úgy, na, ilyenkor még azért annyira nem volt szén a következő kép címében. 1960-ban járunk, és ez már egy külvárosi felvétel egyébként. A Horváth István utcát jelölte meg Pista bácsi helyszínként, és hát látjuk, hogy ugye megérkezett a szén, és ugye ott az alsó kis fekvő ablakok, azok ugye a szenes pincéknek az ablakai, belvárosi házakon is egyébként még láthatók ezek a bedobónyílásoknak is nevezték, pinceablakok, sokféleképpen lehet nevezni. Ezeken a kis keskeny ablakokon lapátolták be ugye a szenet ezekbe a pincékbe, és aztán innen hordták fel egyébként ahhoz, hogy fűteni lehessen egyáltalán az épületeket. Hát ugye ez az az időszak, meg a korábbi évtized, amikor ugye elég gyakran volt például szénszünet az iskolában, pontosan azért, mert nem volt mivel fűteni, és ugye akkora volt az igény, és ahhoz képest akkora volt a hiány, hogy hát a gyerekek inkább otthon maradtak, mert hogy hidegen állt volna különben az iskola épület, mert ekkoriban ez volt a legfőbb fűtőanyag természetesen, aztán jöttek az egyebek, nyilván ezeket már ismerjük, ugye a fűtőerőműnek a beindulásával és minden egyébben azért változott természetesen a helyzet, de a 60-as évek eleje az még ugye nem a távfűtésnek az időszaka, tehát azt mindig érdemes az eszünkbe vésni, hogy itt bizony még a fűtőanyagról rendszeresen gondoskodni kellett, és a pincéket ugye nem tárolásra használták, ráadásul ez még nem a paneles időszak. Tehát azok már nem szenes pincék voltak, azok a panelpincék, azok is mai napig nagyon érdekesek, hogy hogyan helyezkednek el, ki hogyan pakol bele, és mit hogyan nem lehet megtalálni, de akkoriban még elsősorban tüzelőt tároltak a pincékben. És kellett is gondoskodni, hiszen azért a 60-as években még nem volt ritka az igen nagyon hideg Magyarországon sem, mínusz 20 fok alá is tudott süllyedni a levegő, és hát hó is volt rendesen. Erről az imankóról is hoztál képet? 1961. januárjában járunk, tehát nagyjából ugyanez az időszak, szintén egy tél, és itt éppen a Szent István teret láthatjuk egyébként a képen, ahogy a hóban közlekednek a fogatok, és lehet, hogy pont a szenet szállítják egyébként. Barasics Bélának is készült egy ilyen felvétele, nem sikerült sajnos a helyszínbe azonosítani, úgyhogy emiatt kihagytam a múltkori sorozatból, de ha majd itt a 60-as évekről, meg a nagy telekről fogunk beszélgetni, akkor érdemes lesz megmutatni. Ott is látszik, meg ezen a felvételen is látszik, hogy azért 61. januárjában meglehetősen nagy hó volt. Na de talán a következő képen még inkább megfogtak a téli képek, látom. Abszolút, hát Pista bácsit is megfogták ezek a téli hangulatok, ráadásul ez egy közúti felvétel, tehát nem is városon belül készült. 1962, erről egy egész sorozatot készített egyébként annak idején, és az egyik képen még a konkrét dátum is látszik, ahogy belevésték a hófalba, azt az 1962, ha jól emlékszem, január akárhanyadikai dátumot,
ami azon a felvételen látható. Hát ehhez képest én azt gondolom, hogy a 2013-as tél az semmi nem volt. 10 éves gyerkősznek mutatnám ezt a képet, akkor mondhatnám, hogy na, ilyen egy hófal, amit te itt már nem nagyon fogsz látni Magyarországon, ami nagyon furcsa, de igen, ilyen is volt. Tehát 62-ben járunk, de maradunk 62-ben a következő képpel is. Igen, a Ringlispiel címet kapta ez a kép, ugye a körhinta magyaros népies elnevezése, hogyha lehet ezt így mondani. És akkor itt föl lehetne tenni a kérdést, hogy hol is járunk igazából. Hogyha valaki megfigyeli ott a háttérben látható háznak a homlokzatát, és egy kicsit úgy jobban, alaposabban megnézi, meg talán még ott a képnek a hátterében lévő kis földszintes épület is valamennyire látható, ez ugye a fedett piac, aminek a széle itt látható a kép hátterében, és ugye leghátul pedig ez a több emeletes magas épület, ez a Liszt-Ferenc utca, mai Mátyás király körút sarkán álló régi bérház, aminek az aljában hangszerbolt is volt, meg minden egyéb, ez a Szent Gellért Hotelnek a szomszédja igazából, hogyha a Liszt-Ferenc utca irányából közelítünk. És itt volt ugye maga a piactér, meglehetősen sokáig, nem véletlenül kapta ugye ezt a nevet, és hogyha valaki busszal közlekedik, akkor nagyon sokszor nem a buszállomásig megy, hanem a piactérig, mert hogy ma is ott van igazából, és hát ezen a piactéren azért rendszeresen voltak mutatványosok, volt hajóhinta, volt ringlispil és minden egyéb, amellett, hogy a piacon megfolyt egyébként. Hát főleg nagyobb ünnepeken, teszem azt, egy május 1-én ilyen rendezvények azért voltak az országban több helyen, így Székesfehérváron is. A következő képen már közeledünk a 70-es évekhez. 1967-ben járunk, és itt egy külső felújításról láthatunk egy felvételt, ami az Álványerdő mögött nem annyira látszik, de higgyék el a kedves nézők, hogy ott van az maga a bazilika. Akkoriban volt egy hatalmas nagy felújítása, ugye 1972-ben ünnepelte a város fennállásának 1000 éves évfordulóját, és hát úgy gondolták az illetékesek, az országos egyházi vezetés is, többek között helyi tanácsi vezetés, hogy ideje most már ezt a bazilikát felújítani. Ugye a II. Világháború utáni állapotokból sikerült helyrehozni, kapott egy ideiglenes felújítást, de hát mégiscsak az egyházmegyének a központi templomáról van szó, még akkor is, ha akkoriban egyébként az egyházak nem voltak olyan preferált helyzetben, ugye ezt tudjuk nagyon jól, de hát mégiscsak egy hatalmas nagy műemléképület, egy olyan látnivaló, amit Székesfehérvárra érkező turisták ugye gyakran megnéznek, egy belvárosi séta során, ezért természetesen szánt rá pénzt a város és rendbe hozatta. És ott a szobor, a jellegzetes szobor. A Kálmán-Csehi szobor, igen, amiről egyébként talán felismerhető lenne maga a bazilika épülete, hogyha esetleg valaki nem tudna, hogy hol járunk. És a bizonyíték, hogy azért volt felújítva, tehát a 60-as évek végén is a bazilika. Ugyanebben az évben vagyunk a következő kép kapcsán is. Itt egy vasúti felvételt láthatunk igazából, ugye egy abszolút beépítetlen környékről van szó, aztán a 70-es évek elején szépen elkezd beépülni ez a környék. Ez az alsó város, illetve a tóvárosnak az a bizonyos része, ami majd a 70-es évek elején kezd egyébként beépülni. A Prohászka templomot látjuk a háttérben? Talán. Ha jól emlékszem, mikor válogattam össze a képeket, megnéztem, ha jól emlékszem, akkor igen, az látható a háttérben. Az mindig egy jellegzetes pont. Egyébként én sokat utazom a városon kívül különböző irányokban, mondjuk Velence felé, ott is rendszeresen feltűnik a Prohászka templom. És úgy jó tudni, amikor az ember ránéz, hogy most már mindjárt Fehérváron vagyunk. Hát vagy közeledünk Fehérvárhoz, vagy még itt vagyunk valahol a város határában. Ez mindig egy olyan jellegzetes pont egyébként, amihez lehet viszonyítani. Bár a távolságokat azért néha nehéz tényleg felmérni. Minden esetre ez még egy olyan időszak, amikor nem indultak el a nagy panelépítkezések ezen a környéken. Ez az a pillanat, amikor szeretném elmondani újra, hogy ilyenkor a műsor közben mellettünk van egy monitor. Mi ott látjuk ezeket a képeket, tőlünk egy kicsit távolabban, mint ahogy önök ülnek most a tévéjük előtt, ezért nem tudjuk annyira pontosan behatárolni, hogy mit is látunk valójában. De ugye Márk felkészült, mint most is kiderült, hogy amikor gyűjtötte az anyagot, akkor ő ezt látta közelebb. Akkor most hadd mondjak el egy számomra kedves emléket, egy műhelytitok is lehetne igazából. Amikor annak idején mi felvettük a polgármesteri különkiadását ennek a műsornak, hogy a Városházán ültünk a polgármesteri irodában,
Én ültem az egyik irányban, ugye szemben többek között a városról készült festménnyel, amin ugye láthatóak a különböző szigetek, amikre épült ugye történeti hagyomány szerint Fehérvár. Polgármester úr, illetve Igari Tóni ültek velünk szemben, és Tóni úgy beszélt erről az ábrázolásról, hogy háttal ült neki. Tehát amikor én itt a nyakamat néha nyújtogatom, és próbálom a monitort nézni, az nekem nagy segítség. Ő fejből elmondta egyébként, hogy mit láthatunk ezen a metszeten. Úgyhogy még egyszer le a kalappal előtte. Fog ez menni neked is, én már látom, ahogy haladunk tovább. Igyekszem. Nos, tehát láttuk a vasutat, és akkor meg is érkeztünk a 70-es évekbe a következő fotóval. Igen, és egy érdekességet hoztam most, hiszen amellett, hogy Pista bácsi természetesen életképeket rögzített, ugye hát hatósági állatorvosként járta természetesen a várost, és így megfordult a Kossuth téhezben is nem egy alkalommal, például 1971-ben, amikor egy tanzániai küldöttség érkezett a városba, és ellátogattak a Kossuth téhezbe is, hát ugye szocialista baráti országról van szó, úgyhogy természetesen ugye a szocialista vívmányokat is meg kell tekinteni. Itt Pista bácsi egy hozzászólásban egyébként leírta azt, és végül is Magony Imrének az Azok az évek című kronológiájából sikerült kinyomozni, hogy milyen esemény kapcsán készülhettek ezek a fotók. Hogyha jól emlékszik, akkor itt volt talán a mezőgazdasági miniszter, itt volt egy törzsi varázsló többek között, aki eredeti ruhában érkezett, ez fogta meg őt a leginkább, és hát, hogy a küldöttségben azért elég érdeklődő arcok voltak természetesen, és hát ez egyfajta tapasztalatcsere volt ugye a két baráti ország között. Egyébként ezt el lehet mondani számos ilyen alkalommal, ugye nem csak Kádár János fordult meg Székesfehérváron különböző üzemekben, vagy szocialista országokból érkezett küldöttségek, akár a Köfémben, akár a Videotonnál és más helyeken, hanem többek között afrikai és arab baráti országokból, akkor barátinak nevezett országokból is érkeztek küldöttségek, és nem, elsősorban nem a közgyűjteményeket látogatták, mint ahogy ugye napjainkban, és a kulturális intézményeket, hanem főleg az ipart és a mezőgazdaságot mutatta nekik az akkori városvezetés és a megyei tanácsnak a vezetése, úgyhogy így kerültek a tanzániaiak is egyébként ebbe a Kossuth téhezbe. Az már egy mélyebb történelmi visszaemlékezés volna, hogy a háború után ugye különböző termelő szövetkezetekbe csoportosult a mezőgazdaság, így a Székesfehérváron működő termelő szövetkezet ezek szerint a Kossuth nevet kapta. Az egyik volt a Kossuth, ugye több is volt, ugye ne felejtsük el, hogy volt Kisfaludon is TSZ ebben az időszakban, 71-ben járunk, akkor már talán Székesfehérvárhoz tartozott, ugye korábban Pákoznak a része volt, és volt még a Szabad Élet és egyebek, majd annak idején fogunk természetesen ezekről is beszélni. Meg még nagyon sok minden másról. Annyi mindent ígértem, hogy még évekig el leszünk látva témáról. Így van, Székesfehérvár mezőváros, a mezőgazdaságáról érdemes lesz majd egy műsort csinálni mindenképpen. Tehát maradjunk Perényi István fotóinál és a 70-es éveknél itt a városban. Itt már elkezdjük igazából mutatni azokat a képeket, amelyek az Isten veled Palotaváros című gyűjteményben jelentek meg, illetve abba kerültek be. Ennek az az érdekessége, hogyha valaki beírja az internetes keresőbe ezt a címet, hogy Isten veled Palotaváros, akkor meg fogja találni egyébként az egész sorozatot. Érdemes végignézni, mert ugyanazokról a helyszínekről is készültek felvételek különböző időpontokban, más szögből, máshogy láthatunk mondjuk egy szobrot, vagy egy épületet, vagy más állapotában, bontás közben, bontás után. Tehát mindenképpen érdemes végignézni. És ugye maga a címadó, ez a mondat, ez egyébként feltűnik egy bontás előtt álló téglafalon is. Perényi István írta fel ezt a falra, ezt a mondatot, hogy Isten veled Palotaváros, hiszen a hagyományos Palotaváros, ahogy ugye akkoriban ismerték, ugye az a kézműves és paraszti városrész az ekkoriban kezdett igazából eltűnni Székesfehérvárból. És ugye az ember olyan típus, hogy nehezen viseli a változásokat, gondolom, hogy voltak sokan akkoriban, akik síratták annak ellenére, hogy tudták, hogy azért lesznek lakások ennek az építkezésnek köszönhetően. Igen, ugye ne felejtsük el azt sem, hogy Mekis János és Sobor Antal szerkesztésében akkoriban jelent meg a Változások városa című kötet, illetve Fejér megyei szemre is pontosan ezekkel az építkezésekkel és változásokkal foglalkozott. Nyilván egy kicsit más szemszögből egyébként, mint az egykori lakók, hiszen ők máshogy élték meg. Alapvetően a szemlében ugye nyilván azért a hivatalos álláspont került megjelenítésre,
De hát irodalmárok foglalkoztak természetesen azzal, hogy hogy tűnik el a város történetének egy bizonyos szelete. Úgyhogy ezt a változást, ezt a hát romlásnak is nevezhetnénk igazából, láthatjuk igazából ezeken a felvételeken. És mekkora öröm, hogy azért egy aprócska szeletecske mégis megmaradt, és napjainkban is ott van, gondolok én itt a Rácz utcára. Természetesen ebben a sorozatban van a következő kép is, amit be tudunk mutatni. A 70-es évek elejéről hoztam néhány felvételt, ugye ekkor kezdődtek el a bontások. Az öröm már itt láthatták a kedves nézők, miközben beszélgettünk a piactéri üzletsornak az egyik felét, ugye a híres, hírneves bableves volt ennek a végén egyébként. Itt is láthatjuk ezt a felvételt, ugye felhívnám a figyelmet a Rácz templomra, hogyha már Fehérváron vagyunk, akkor szerintem nyugodtan nevezhetjük így, hogy a szerb ortodox templomról van szó hivatalos nevén, ami ott magasodik, tehát a régi palotavárosnak az egyik megmaradt részlete. Aztán ugye a következő kép, amit szintén láthattunk már egy villanás erejéig, az ugye ennek a házsornak, épületsornak a folytatása. Ugye a 70-es évek elején a palotai utat is bővítették, és ez a szobor pedig ugye bekerült a piac elé, a fedett piac elé, ma ugye a bevásárlóközpont előtt található. Korábban egyébként sokkal kíjebb volt ez megtalálható, és ugye a török után épített kápolnáról van egyébként szó, aminek a helyén aztán emelték az 1800-as években ezt a kolera után megmenekült lakosság ezt hálából ezt a szobrot, és mögötte részben ugye a bontások nyomait láthatjuk, részben pedig a már épülő panelépületek láthatók. Itt ma egyébként a gyors étterem, zálogház és egyebek találhatók meg, ott a felüljáró környékén járunk igazából most. És még mindig ez a sor, és ez a történet a következő képen is, piactér a 70-es évek elején más irányból, igen, de szép ez a kép. Itt, amit láthatunk, ugye egyrészt egy gyönyörű színes felvétel, másrészt ez még a piactérnek a régi állapotát tükrözi valamennyire, hiszen az a kis üzletsor, ami valamikor a mai Várfalpark helyén volt megtalálható, ugye ezen a felvételen még látszik. De egyébként Perényi István természetesen a Várfalparknak a kialakítását is ugyanúgy végigfotózta és végig dokumentálta, úgyhogy ezt is meg tudjuk majd mutatni, majd egy kicsit később, hogy haladjunk időrendben, ezért most megint csak visszatérünk a palotavárosnak a területére, és megmutatjuk azt is, hogy hogyan néztek ki itt a különböző épületek még a bontás előtt. Nézzük akkor a következő képet is. Ugye itt is szintén a piactéri üzletsorról láthatunk egy részletet, majd Bauer Lászlónak a fotósorozata kapcsán egyébként szintén fel fognak merülni hasonló épületek és építmények. Úgyhogy érdemes nincsenek túl jó állapotban. Abszolút nincsenek jó állapotban, és ugye ezek részben lakóépületek voltak, részben üzletek. És talán itt érdemes elmondani azt, amit megemlítettem már a Víziváros kapcsán is a múltkori adásban, hogy ugye a 70-es évek elejére ezek az épületek nagyon leromlottak. Ugye a legtöbb épület az félkomfortos volt, komfort nélküli, és abszolút ugye hagyományos építési technikákkal épült, tehát legfeljebb égetett téglából, de ez még nem a betontechnológia, nem a tömeges lakásépítés. Ezek sok esetben 100 éves épületek egyébként, amelyek már ugyan cserépfedésűek, tehát már azért haladnak a korral, de látszik, hogy nagyon rossz állapotban vannak. Miből adódik ez az egész? Ugye adódik az abból, hogy amikor a tanácsvilágban ugye bejött egy új rendszer, akkor ugye különböző fejlesztéseket helyezett kilátásba az akkori városvezetés, illetve a megyei vezetés. Azt tudjuk, hogy Fehérvár egyébként a rangsorban ugye jóval lejjebb került, például Dunaújvároshoz, Sztálinvároshoz képest, mint amilyen rangja ugye korábban volt megyeszékhelyként, megyei jogú városként, ugye elvették tőle ezt a címet is, egy járási székhely lett tulajdonképpen, egy iparváros, egy fejlődő iparváros, és ebben a fejlődő iparvárosban ugye tömeges lakásigény jelentkezett, ezért az akkori városvezetés, tanácsi vezetés már nem törekedett arra, hogy ezeket az épületeket felújítsa, nagyon sok ígéret született egyébként ezzel kapcsolatban, és rengetegen reménykedtek abban, hogy ezeket majd helyreállítják, rendbe teszik, és aztán élhetnek tovább ezekben az épületekben, nyilván egy kicsit fejlesztve, kor igényeinek megfelelően. Viszont a kisajátítási szándék az már megvolt ekkor is a tanácsi vezetésnél, úgyhogy ezért is hagyták, tehát tulajdonképpen szándékosan hagyták tönkre menni akár a Vízivárosban, akár a Palotavárosnak ezen a részein ezeket a lakóépületeket,
És amikor itt arról olvashatunk különböző hozzászólásokban, közösségi oldalakon, hogy de ezek komfort nélküli, nyomorúságos épületek voltak, valóban a lakók törekedtek volna arra, hogy helyreállítsák, de ott volt végig az ígéret arra, hogy majd valamilyen segítséget fognak kapni, ugye amint a várost végre sikerült rendbe rakni, főleg a középületeket, és aztán a 60-as évek elején, főleg közepén már látszódott, hogy ebből nagy valószínűséggel semmi nem lesz, és a 70-es évek elején pedig elindultak a kisajátítások, az ingatlan cserék, Palotaváros kapcsán egyébként nálam van például egy teljes dokumentáció arról, hogy egy ottani iparos családnak az ingatlanját tulajdonképpen a tanács az hogyan sajátította ki, igaz, hogy ingatlanért, meg tanácsi lakásért cserébe, de hogy milyen árakkal dolgoztak például akkor, milyen hatalmas nagy levelezés folyt, megjött a tanácsi határozat, hogy akkor ezen és ezen a napon ők kötelesek elhagyni az ingatlant, igénybe vehetnek fuvart ennyi és ennyi pénzért, tehát iszonyatos, hatalmas nagy adminisztráció volt, és aztán cserébe ugye beköltözhettek ingatlanokba, vagy vásároltak maguknak kevésbé jó pénzért valami másikat. Úgyhogy nem volt ez annyira rózsás helyzet igazából, és hát ugye elsősorban szolgálati lakások épültek, az építőipari dolgozók számára épültek ugye lakások, és ne felejtsük el azt, hogy elsősorban a gyári munkás családok számára. Tehát az a maszek világ, ami ekkor még volt, mert volt egyébként, az egyre inkább visszaszorult, és ez például az építkezésekben is meglátszott. Van még néhány képünk, így a műsor végéhez közeledve. A piac tér még mindig egy képen a 70-es években. Ez a piac tér és az egykori Horog utcának a sarka. Ma már itt egyébként teljesen máshogy néz ki a környék. Itt ugye a Tolnai utca felé lehet igazából bekanyarodni. Ez az egykori Horog köz, amit korábban Korona köznek is neveztek, a II. Világháború idején is még. Talán látszik, hogy egykori pompájában milyen szép lehetett ez az épület. Ugye rendkívül jól kidolgozottak még az ablaknyílások is. Egy gyönyörű, lekerekített sarokról van szó. Hasonló épületekkel találkozhatunk egyébként a Palotaváros belső utcáiban, ott, ahol még saras utak vannak. György Oszkár költőnek, műfordítónak a lakóházat mindenképpen érdemes kiemelni. Aki a Palotavárosról szóló köteteket lapozgatja, meg fogja találni. Az is egy gyönyörű szecessziós ház volt egyébként, ami aztán a 70-es évek elején egyrészt annyira leromlott az állapot, a másrészt pedig útban volt, ezért a bontások áldozatául esett, de számos ilyen épületet említhetnénk még. Halász utca a következő. 70-es évek elején járunk a Halász utcában, és ugye láthatjuk azt, hogy milyenek voltak az életkörülmények. Egyrészt az épületeket, másrészt pedig a sáros utat, amin csak azért lehetett közlekedni, mert kemény tél volt, és lefagyott igazából maga az út. Illetve azért, mert muszáj volt. Így van. Úgy benne van Palotai útat is meg. A 70-es években a Palotai úton járunk, a Glancféle szabóság működött egykor ebben az épületben, aminek itt már csak az utcafronti homlokzata látszik, illetve a tábla, hogy a Glancféle szabóság elköltözött a Liszt-Ferenc utcába. Ez a Lépcső utca följárója mellett működött egyébként, ott a kis sarokban, ahol manapság rendszeresen cserélődik az üzletnek a neve meg a tulajdonosa, és aztán mögötte pedig már láthatjuk ugye a lakótelepi építkezést, úgyhogy igazából már csak ez az utcafront volt meg ekkor ebből az épületből. És visszatérünk az utolsó két képpel a piac térre, sőt, majd ugrunk is egy nagyot az időben. Ugye láthattuk a piac téri üzletsort nemrégiben, itt pedig 1971 körül, legkésőbb 72 elején járunk, amikor ugye a Várfal Parkot elkezdik kialakítani, és elbontják ezeket a kis földszintes bódékat, tehát kiszabadul ez a terület, és ugye 72-ben pedig a vasútállomás elől idehozzák a Bori Jenőféle püspökkutat. Ezekről a képekről, erről a beállításról nekem mindig az fog meg, hogy milyen csodálatos a bazilika két tornya, olyan kísérteties szinte ott a háttérben, de gyönyörű szép és tényleg látványos. És akkor nézzük meg Perényi István képei közül, amit most be tudtunk mutatni, az utolsót. A 80-as években járunk a piacon. Ugye egyrészt ez a fedett piac előtti rész, azok a standok, amiknek a hangulatát valamennyire most is megidézi az a fedett csarnok, ami ugye bevásárlóközpont mögött található, ugye azokkal a nénikkel, akik rendszeresen itt árulták a kis zöldségeiket, mindenféle portékákat, és ugye ott még azért a háttérben a Palotaváros néhány akkor még túlélt épülete látható, mögöttük pedig már ugye a panel épületek magasodnak.
Úgyhogy ezzel zárjuk igazából ezt a mai adást és ezt a Perényi István féle sorozatot. Még egyszer hangsúlyozva azt, hogy mindenképpen érdemes az ő képeit, akár várostörténeti, akár természetfotóit nézegetni. És el is szaladt az időnk. Én nagyon szépen köszönöm Váci Márknak, hogy elhozta ezeket a képeket, és tudjuk, hogy lesz még, várjuk is, kedves nézőink, 2 hét múlva tehát folytatjuk ezt a sorozatot. Köszönjük, hogy velünk voltak, további kellemes felérvár televízió nézést kívánok. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.